Az emelkedő benzinárak mellett egyre többen választják a gázautót. Miért érdemes gázautóra váltani? Erről a téma szakértőit kérdeztük. Gáztartály a pótkerék helyén, nincs elfoglalt csomagtér, nincs fölösleges fúrás, paragás, karosszériás munkálat az autón. A legmodernebb technika segítségével a gázüzemre való átalakítás után sem látszik semmilyen változás az autón. Magyarországon az LL Hungária Kft. Az olaszországi Landi Renzo gyár kizárólagos hazai forgalmazója. A Landi Renzo a világ egyik vezető gázüzemi autókkal foglalkozó vállalata, hatalmas szakmai tapasztalatokkal a háttérben. 1954-ben alapították ezt a céget, és azóta gyakorlatilag a kutatásfejlesztés is a fő tevékenységük között van. Szinte az egyetlen olyan gyár Olaszországban, ahol 70 mérnök dolgozik azon, hogy jobb és jobb, újabb és újabb berendezéseket fejlesztenek ki. 2002-2003-ban jelent meg a piacon az Omegaz nevű gázinjektoros rendszer. Ez már nem keverőfejen keresztül adagolja a gázt az autóba, hanem minden egyes hengerhez külön injektorokon keresztül adagolja a gázt. Tehát ez egy nagyon áttörés volt technológiai szinten, és nagyon sok régi problémát kiküszöbölt. Az átalakítást bármilyen autószerelő műhelyben el lehet végezni, csak a szükséges engedélyek kellenek hozzá. Speciális engedélyek kellenek hozzá, bármelyik autószerviz szinte meg tudja szerezni. Jelenleg Magyarországon körülbelül 30-40 gázautószerviz található, ahol ilyen gázinjektoros rendszereket át tudnak alakítani jó minőségben. És aki már átalakítatta járművét, annak csak a kedvező üzemanyagárakkal kell törődnie. Megítélésünk szerint a jövő energiája az autógáz, hiszen egyre jobban fogy a kőolaj, egyre több a felhasználása a kőolajpiacon. Persze ez is egy kőolaj származék, de igazából azt lehet mondani, hogy most nagyon sok rendelkezésre álló gáz van. Ezeket, hogyha autóba is el tudjuk használni, nem utolsó sorban, nagyon gazdaságos, mert most féláron lehet tankolni, köszönhető az annak, hogy a jövedéki törvény az jelenleg körülbelül 47 ezer forint per tonna az adója, a jövedéki adója, ez kedvezőbb, mint bármelyik hagyományos üzemanyagé. A spórolás mellett talán még fontosabb tényező a környezetvédelem, hiszen a gázautóval közlekedők egy olyan alternatív üzemanyagot használnak, amivel a környezetüket is védik. Nagyon fontos irányzat az, hogy csökkentsük az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. Ez a fajta üzemanyag kb. 20%-kal kevesebb CO2 kibocsátást eredményez, tehát nagyon jó, hogyha az emberek ilyet használnak tömegesen. Mindemellett komoly fejlesztések is zajlanak azért, hogy a gáz használatának még kevesebb akadálya legyen. A Landi Renzo a világ egyik vezető vállalata a gázautópiac területén, és jelenleg egy olyan együttműködés kezdődött el az autógyárakkal, hogy az új autók, ezt OM termékeknek hívják, úgy lehet megvenni az új autókat, hogy Landi Renzo berendezések vannak benne. Ez nagyon kedvező, mert nem egy utólagos átalakításról van már szó, hanem gyárból úgy jönnek ki autók, hogy ezzel az üzemanyaggal is tudnak menni. Egyben 6 liter 8310 forintért. Hihetetlen, pedig igaz. Ez az autós ennyiért tankolta tele az autóját, és alig fizetett többet 8000 forintnál. Hogy lehetséges? A válasz természetesen az autógáz. Magyarországon a gázautózás 1993 óta legális. Azóta épült fel Magyarországon ez a kultúra.
A gázüzemi autó az azt jelenti, hogy egy benzinüzemi autó az képes autógázzal is üzemelni. Gondolom minden néző látta már a üzemanyag töltő állomásokon, jellemzően a nagyobb színes kutakon is az LPG feliratot. Minden európai országban lehet gázüzemi autóval tankolni. Az erre alkalmas benzinkutak száma országonként változó. Magyarországon azonban nem kell sokáig keresgélni a gáztöltőállomást. Az országban több mint 500 töltőállomás van, ami azt jelenti, hogy 20 kilométeren belül biztosan talál minden autós egy autógáztöltőállomást. A gázüzemű rendszer elterjedését a benzin és a gáz közötti árkülönbség táplálja. Ha ma betérünk egy kútra és gázt tankolunk, akkor fele annyiba kerül, mintha egy benzines töltőpisztolyhoz állnánk oda. Vannak olyan időszakok az elmúlt 17 évben, amikor 50%-os árkülönbség volt, akkor bővült a piac, amikor kisebb volt ez az árkülönbség, akkor kevésbé bővült. Jelenleg azt az időszakot éljük, amikor nagyon megéri gázüzemanyaggal autózni, féláron tud tankolni, és mindenkinek egy valós alternatíva a költségek a csökkentésére. Ugyanannyi pénzből kétszer annyi utat tud megtenni, ez egy fontos paraméter, tehát ilyen 45-45%-os megtakarítás érhető el. Ugye a másik szegmens az lehet, aki meg tényleg azt mondja, hogy nem kell neki többet autózni havonta, tehát nem ez a szükséglete, emiatt ő meg tud spórolni akár 50% üzemanyag költséget is. A nagy költségmegtakarítás ellenére sokan még mindig tartanak a gázüzemű járművektől. Pedig nem kellene, ugyanis a mai gázos autók már korán sem azok, mint régen. Számos berendezés szolgálja ezt a biztonságot, több elzáró szelep van benne, egy nagyon jól méretezett, nagy nyomást bíró gáztartály van beszerelve a gépkocsi csomagtartójába. Minden alkatrész európai engedélyekkel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy minden alkatrész nagyon komoly bevizsgáláson esik át. A felső mutatja a tartály szintet, most ugye félig van a tartály, alul a automata álláson van most a benzinnál jár az autó, és várja azt, hogy összejöjjenek a működési paraméterek, és akkor átkapcsol gázra, amikor eléri a fordulat a kényperces fordulatot, és így át is kapcsol gázüzembe. Az autós mindössze ennyit érzékel és lát vezetés közben a gázüzemből. Nem csökken a teljesítmény, a gyorsulással sincs gond, csak egy valamit kell megszokni, hogy jóval kevesebbet kell fizetni a pénztárnál.